Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Február 7-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A legtöbb adót fizető cégek vezetőivel ültek asztalhoz az önkormányzat munkatársai. Éves közgyűlését tartotta a Tatai Helytörténeti Egyesület. 4 fős csapatok tették próbára tudásukat természettudományokból Lavaszariban. Sajtótájékoztatót tartott dr. Popovics Judit önkormányzati képviselő. Hagyományos programra invitálta a Tataváros polgármestere a település legtöbb adót fizető cégeinek, vállalkozásainak vezetőit. A kötetlen beszélgetés helyszíne idén is a Kis Hotel volt. A találkozó célja, hogy a város vezetése megköszönje a legnagyobb adózók pontos teljesítését, és hogy kötetlenebb környezetben is közös elképzelésekről is beszélgethessenek. Minden esztendő elején találkozóra invitálja Tataváros önkormányzata azokat a vállalkozásokat, amelyek a legtöbb adóforintot fizetik a város kasszájába. A kötetlen beszélgetésre és ebédre mintegy 70 cég képviselője kapott meghívást. Természetesen nem csak ők, hanem mindaz a 3000 tatai vállalkozás, akik Tatán dolgoznak és működnek, köszönetet érdemel, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönjük azt, hogy tatai családoknak munkát adnak, így fizetést is. Köszönjük azt, hogy nem csak a tatai családokat támogatják, hanem ezen keresztül Tata városát is a közvetlen befizetett adójukkal. És harmadsorban meg azt is köszönöm, hogy az ő munkájuk is kell ahhoz, hogy Tata a legaktívabb régió tagjaként, és a megyében is, a legszűkebben a Komárom-Esztergom megyében is, a legerősebb gazdasági potenciállá nőhette ki magát Tatabánya, Oroszlány, Komárom közösségével. Egy nagyon erős térséget alkotunk most már itt. A tatai kistérség egyébként is önállóan is egy nagyon erős, a sok-sok mutató alapján a magyarországi kistérségeket, ha sorba tesszük, de ez a közös munka itt a különböző ipari parkokkal és az ipari tevékenységet végző cégekkel pedig kiemelkedő valóban, nem csak a megyében, hanem az országban is. Ez nagy köszönet ezért a tatai cégeknek. Kívánom a tatai munkavállalóknak, és így aztán a tatai cégeknek is, hogy jó munkát, ugye itt a mi környékünkön jó szerencsét is illik kívánni, legyen sok-sok erejük ezekhez a fejlesztésekhez, és a család központú Tata, családbarát, gyermekbarát Tata számára pedig egy állandó biztos bázis lehessenek a tatai munkaadók. A program részeként dr. Punevács Pana Petra beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkár mutatott be rövid prezentációt a vezetőknek. 14-től dolgozunk mi együtt, és ennek a munkának a középterébe az került, hogy a külpolitikát, azt mint egy eszközként használjuk ahhoz, hogy külgazdasági célokat érjünk el. És mi volt itt a vezér elv, az nyilván a sokszor emlegetett keleti nyitás, déli nyitás elmélete mögött, hogy azt a fajta kitettséget, ami az Európai Unió irányába és az Európai Unió tagállamainak irányába lévő gazdasági függőséget illeti, azt egy picit oldjuk és több lábra helyezkedjünk. A helyettes államtitkár továbbá beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb befektetési döntéseiről, és tájékoztatta a cégvezetőket azokról a támogatási lehetőségekről is, melyekkel továbbfejleszthetik vállalkozásaikat. Ma délután tartotta évindító közgyűlését a Tatai Helytörténeti Egyesület. Az alkalmon nem csak a tavalyi év beszámolói, hanem az idei tervek is elhangoztak. Többek közt a tatai kulturális intézményekkel való további együttműködés. A csoport megalakulása óta jó kapcsolatot ápol a Kunidomokos Múzeummal. Korábban is számos kutatást, rendezvényt valósítottak meg közösen. A 2019-es év lezárását és az idei év tervezetét ismertette a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke a tagsággal a Német Nemzetiségi Múzeumban. Amellett, hogy a közösség folyamatosan azon dolgozik, hogy emléktáblákkal hívja fel a figyelmet a város történelmének legfontosabb eseményeire, meghatározó intézményeire és személyiségeire, számos kulturális esemény szervezésében is aktív szereplők. Az elmúlt évnek a gyönyörű megemlékezése az 50 éves zeneiskolával volt kapcsolatos, és tiszteletére emléktáblát állítottunk, hiszen a Tatai tó partján, az úgynevezett Lovelace villában
működött az első államilag finanszírozott zeneiskola Gróf Eszterházy Ferencnek az idejébe. De olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek a környezetünket érinti, például vizes témákkal. És nagyon örülünk annak, hogy a városunkban a legújabb magyari tervhez ezzel a vizes témával csatlakozni tudunk. A természethez és kulturális témákhoz kapcsolódó programokat az idei esztendőben is folytatja az Egyesület, de a közgyűlésen arról is beszámoltak, mely jeles személyiség emlékének kívánják szentelni a 2020-as esztendőt. Idei évben az emléktábla avatást Festiek emlékére szeretnénk, hiszen a tóparton található villát Festi család építette. Hát erről majd akkor a későbbiekben. Mindenkinek megköszönöm a segítségét, aki a munkánkat segítette, és kérjük, hogy az elkövetkezendő egy évben, hátralevő évben, mivel az Egyesületünk 2021-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, továbbra is segítse munkánkat. A bójai csapatversenyt matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyak mellett természettudományokból is megrendezik. Az egész ország területén az 5., 8. osztályos és a 3., 4. osztályos csapatok számára. A verseny az év folyamonként aktuális természetismeret, biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyak anyagára épül. Körzeti fordulót ma Vaszary János általános iskolában tartottak. 4 fős csapatok tették próbára tudásukat, most még csak írásban, de a legügyesebbeknek szóban is bizonyítaniuk kell, ha a bójai természettudományos versenyen eljutnak az országos döntőig. A megmérettetés Tatán is nagyon népszerű a diákok között. Itt 3.-tól 8. osztályig versenyeznek a diákok, a környezetismerettől kezdve a természetismereten át egészen a fizika-kémia tantárgyig megjelenik ezen a versenyen. Nem lankad a tanulók kedve, úgyhogy ugyanúgy körülbelül 70 csapat, 270 diák versenyez ma délután itt nálunk. Ennek az eredménye, ugye ez egy megyei döntő, de regionálisan fogják összegezni az eredményeket, és majd a regionális eredményhirdetésen fogják elmondani, hogy kik jutnak az országos döntőbe. Ez Székesfehérváron szokott lenni. Országos döntő első helyezett csapatunk is volt az elmúlt években. Minden évben eljutnak ebből a természettudományos tantárgyakból szinte az országos döntőig. Most itt a megyében is már kémiából is nagyon szép eredményeket értek el, de a nagyobb versenyek még ezután lesz a tavasz folyamán. A diákok azért a pedagógusok által azért nagyon sok feladattal megismerkednek, olyan témákkal is, amire esetleg a tanórákon nincs idő. Tehát a tantárgyakból ezek a diákok nem csak az órai teljesítmény az, ami, tehát az órai anyag, hanem azért kutatnak, kapnak különböző feladatokat, és azt hiszem, hogy azok a diákok, akik egész évben szépen teljesítenek, készülnek, azok már erre a versenyre felkészültek, és hát ehhez jön az, hogy csapatverseny, tehát a 4 főből mindig van olyan diák, aki főleg felső tagozaton, 7., 8. osztályban, aki mondjuk az egyik földrajzból, a másik biológiából, a 3. kémiából, 4. fizikából teljesít jobban, és így a csapatban egy kicsit megoszlik a feladat. És hát természetesen az a legfontosabb, hogy mind a 4 együtt tudjanak dolgozni csapatként. Sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt a Tatáért képviselőcsoport tagja dr. Popovics Judit a Kálvária utca 56 szám előtt. A képviselő a sajtótájékoztató témáit korábban 2 pontban határozta meg, a környezetkárosítás és a demokrácia megsértése tárgyában. Még polgármester jelöltként értesítettek 2019-ben arról, hogy a Tatai Kálvária utca tó felüli végétől a tópartig terjedő erdőben durva erdőirtás történt annak ellenére, hogy ez természetvédelmi terület. Kezdte sajtótájékoztatóját dr. Popovics Judit. Közérdekű adatigénylésként a polgármester úrhoz fordultam, amiben megkérdeztem tőle, hogy egészen fontosan idézek, hogy miért volt erre szükség, ki engedélyezte, miért, kinek és minek az érdekében. A polgármester úr erre azt válaszolta nekem, idézem, hogy Szennyvíz csatorna rekonstrukció során az erdő aljnövényzetét távolították el, a vezeték nyomvonalon fakivágás nem történt.
Erre fölhívtam a polgármester úr figyelmét, hogy ez az állítás nem felel meg a valóságnak, erre választ nem kaptam, ezért ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tettem, és szeretném bemutatni Tataváros lakóinak a komáromi rendőrkapitányságnak az álláspontját, amely szerint környezetkárosítás büntettének gyanúja miatt a nyomozást elrendeltem, mármint a rendőrkapitányság. Most én nagyon sajnálom, hogy a polgármesteri hivatalt ez egészen augusztus óta nem érdekelte. Én pont ezért a működésem, tehát képviselőként az egyik első dolgom volt, hogy egy környezetvédelmi és klímabizottságot állítson fel a város, mert Tata ugye attól ékszerdoboz, hogy egy barokk kisváros, vizei, tavai vannak, természetvédelmi területei vannak, aki ezeket rombolja, azokat igenis meg kell büntetni, és felelősségre kell vonni. Azt is megmondom őszintén, hogy az a kérdés is fölmerült bennem, hogy itt gyakorlatilag csináltak egy utat, hogy ez nem azért kell-e ez az út, hogy segítse a polgármesteri hivatal annak az ötcsillagos szállodának a felépítését, amit az Avalon szeretne építeni, a Svájcrája, a Lóistáló helyén, ami ugye megint csak műemlékvédelmi épület, és abban sem biztos, hogy a tataiak ennek nagyon örülnének. A másik témája a sajtótájékoztatónak ugye az volt, hogy ami ezzel valahol összefügg, hogy a tatai ellenzék, az új ellenzék, aki október 13-a óta működik, 45%-ot kapott a tatai lakosoktól. Ehhez képest a képviselőtestületben van 33%-unk. A képviselőtestületnek a bizottságaiban a kültagjaink száma nulla. A város tulajdonában lévő vállalkozások, cégek ellenőrzésének a lehetősége az új ellenzék számára nulla. Mi ezt úgy érezzük, hogy ez a demokrácia megsértése és a helyi elnyomás kifejeződése. Popovics Judit képviselőasszony kérdésére, ahogy ő is idézte a riportban, korábban már reagáltam, nincs újabb információm ezzel kapcsolatban, viszont azt szeretném hozzátenni, hogy miután ő rendőrségi feljelentést tett, szokásunkhoz híven rendőrségi feljelentés tétele után az ügy lezárásáig nem kívánunk nyilatkozni ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy kicsit nagyobb habot ver képviselőasszony a történet körül, mint amit az valóban megérdemel, illetve azokat még nem kérdezte ő sem meg, akiknek a szennyvíz elvezetését ezzel a beruházással meg tudta oldani a vízmű. Szerintem őket is kérdezze meg, hogy vajon ők örülnek-e annak, hogy a szennyvízük biztonságosan el van vezetve. A másik kérdés, az különösen is érdekes, a képviselőtestületben betöltött helyeinket illetően 8-4 a képviselőtestületben az arány, 8 Fidesz-KDNP tag, 4 Momentum, DK, MSZP jobbikos képviselő ül a testületben. A képviselőtestület által felügyelt, vagy tulajdonolt, a város által tulajdonolt cégek felügyelőbizottságaiba minden egyes alkalommal, amikor lejár a mandátum a felügyelőbizottsági tagoknak, akkor dönt a testület arról, hogy meghosszabbítja, vagy újat kíván választani. A jelen esetben sincs semmiféle probléma ezzel az üggyel, ugyanis ül a jelenlegi 4 cégünkben, ül MSZP-s, DK-s és jobbikos képviselő. Az igaz, hogy Momentumos nem ül, ezt elhiszem, hogy fáj a képviselő asszonynak, de hát ők most jelentek meg itt a városban. Kicsi türelmet, egymás közt beszéljék meg, és a következő alkalommal, amikor a most felügyelőbizottsági helyeken ülő és az ellenzék által javasolt személyek, akiket mi 100%-osan megszavaztunk, ha ezeknek a személyeknek lejár az ideje, lejár a mandátuma, mindegyik cégnek egy másik időpontban volt a felügyelőbizottság választása, akkor automatikusan hozom be a testület elé, és fogunk újat választani.
úgyhogy egy kis türelmet kérek tőlük, semmilyen hátrány nem éri, és az elnyomás szót pedig kikérem magamnak. Nem tudom, mire gondolt képviselő asszony, hogy mi az, hogy elnyomás alatt van a tatai ellenzék, most is nyilatkozott, akkor beszélnek, amikor akarnak, testületben kifejezhetik a véleményüket, munkájukat végezhetik, senki semmi alól, semmilyen akadályt nem gördít a munkájuk elé. Hát az egy más kérdés, hogy a 100 nap alatt képviselő asszony már 2 alkalommal is hiányzott a képviselő testületi ülésről, de hát ez a szabadság. Mindenki úgy végzi a képviselői munkáját, ahogy szeretné. Dr. Varga András, Tata 8. önkormányzati választókerületének képviselője fogadóórát tart február 12-én szerdán 17 és 18 óra között a Szociális Alapellátó Intézmény Újhegyi helységében a Szélkút utca 1/6 szám alatt. A képviselő minden érdeklődőt tisztelettel vár. Tataváros önkormányzata megkezdte a magyar iter felülvizsgálatát, ehhez kapcsolódóan lakossági fórumsorozatot indítottak januárban. A következő ilyen alkalomra február 11-én kedden 15 óra 30 perctől a Városházára várják a tataiakat, ahol is az Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági programhoz lehet hozzászólni. Változik az állampapír értékesítési pont nyitvatartása. Az Ady Endre út 13 szám alatt február 1-től már a megváltozott rendszerint várják az ügyfeleket. Hétfőn 8 órától 16 óráig, de a hét többi nap munkanapján az ügyfélfogadás szünetelni fog. Az Egészség Érték című sorozatát folytatja a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. A következő előadást a szezonális allergia témakörében szervezték, előadóként pedig dr. Slezák Juditot, a Selye János Kórház rendelőintézet főorvosát hívták meg. Február 11-én kedden 17 órától a Piarista Rendházba várnak minden érdeklődőt. Folytatódik a kincses Tata túra sorozat városunkban, méghozzá a Kismosó forráshoz látogathatnak el. Február 15-én szombaton 10 órától indul a túra, a találkozó helyszíne pedig az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, ezt az újkajakház@gmail.com vagy a 30-as 562-es 60-as 60-as telefonszámon jelezhetik. A Könyves Szerda programsorozat részeként legközelebb Sári Edina, író, újságíró, a Nézőpontváltó Egyesület elnöke lesz, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. Február 12-én 17 órától az olvasóterembe várják önöket. Péntek esti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. A legtöbb adót fizető cégek vezetőivel ültek asztalhoz az önkormányzat munkatársai. Éves közgyűlését tartotta a Tatai Helytörténeti Egyesület. 4 fős csapatok tették próbára tudásukat természettudományokból Lavaszariban. Sajtótájékoztatót tartott dr. Popovics Judit önkormányzati képviselő. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Február 7-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én addig is szép estét és kellemes hétvégét kívánok önöknek. Viszontlátásra!